A legutóbbi testületülésen a kiskörösi rendőrkapitányság megbízott vezetője dr. Tartott Zsolt rendőr alezredes a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról tartott beszámolót az elmúlt év tekintetében. A 2021-es évhez képest tavaly minimálisan nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, ami 223-ról 228-ra emelkedett. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számában nem történt változás, 94-et követtek el tavaly. A kiemelt bűncselekmények közül embercsempészés bűncselekmény Kiskörösváros területén egy alkalommal történt, csökkent viszont a garázdaságok száma, hiszen tavaly 11 ilyen jellegű bűncselekmény történt a városban, ami 7 esettel kevesebb, mint az előző évben. Növekedett azonban a csalások száma. A csalások száma is nagy mértékben növekedett már az elmúlt év folyamán is, és az online térben elkövetett bűncselekmények vannak a háttérben is. Ezen az úton is szeretnék kérni mindenkit, hogy az online térben csak nagyon nagy óvatossággal kössünk üzleteket, nagyon nagy óvatossággal utaljunk előre pénzt, illetve semmilyen körülmények között ne adjunk meg szenzitív adatokat ismeretlen, megbízhatónak nem mondható oldalakon. Olyan nincsen, hogy a bankunkból fölhívnak bennünket, és a kártyának a biztonsági kódját kérnék tőlünk, illetve például a bankszámlánkhoz szükséges belépő adatokat. Ez nem fordulhat elő, semmilyen olyan indok nem lehet, ami miatt ezt a számlavezető bank kérné tőlünk. Úgyhogy tényleg arra kérnék mindenkit, hogy nagyon nagy óvatossággal járjon az online térben kötött üzletek során. A rendőrkapitány felhívta a figyelmet a kiberpajzs.hu oldalra, ahol az internetes csalások megelőzése kapcsán nagyon sok hasznos információ található. A rendőrkapitány elmondta, hogy továbbra is magas az ittas autóvezetők száma Kiskörösön. Azt gondolom, hogy ebben mi nem fogunk, eddig sem ismertünk pár gond, és a jövőben sem fogunk. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy minél nagyobb számban tudjunk kiszűrni ittas vezetőket, hiszen ez a közlekedésünk biztonságát nagy mértékben befolyásolja. Az elmúlt évben nőtt a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma is. 27 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, amelyek közt halált okozó baleset 3 volt. 7 súlyos sérüléssel, 17 pedig könnyű sérüléssel járt, mely szám több, mint 2021-ben volt. Ezen a területen nekünk nagyon sokat kell, és itt látszik tennünk, hogy a balesetek számát megfelelő mértékben tudjuk csökkenteni. Ne legyen olyan, aki az útjainkon valamilyen szabályszegés következtében életét veszti, illetve súlyos sérülést szenved el, és itt az okok miatt még mindig az ittasság nagy mértékben jellemző, és azt már az előbb is mondtam, hogy meg fogunk tenni mindent azért, hogy minél nagyobb számban szűrjünk ki ittas járművezetőket, és a passzív biztonsági eszközök használatára is hangsúlyt fogunk fektetni, mert ha már bekövetkezik a baleset, ezek az eszközök azok, amelyek a súlyosságát nagy mértékben tudják csökkenteni. Hogyha itt ebben előre mozdulás történne megfelelő mértékű, hiszem azt, hogy sokkal kevesebben halnának meg az útjainkon, és sokkal kevesebben sérülnének meg közlekedési baleset kapcsán. A baleseti okok közt még mindig első helyen szerepel a gyorshajtás, így arra lehet számítani, hogy a baleset veszélyes helyeken sűrűn ellenőrzi majd a sebességet a rendőrség. A KRESZ szabályai a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkoznak. A közlekedésben ők a legvédtelenebbek, így elengedhetetlen számukra a közlekedési szabályok ismerete. Gyalogosok azt gondolják tulajdonképpen, hogy a KRESZ szabályának betartása nélkül is lehet közlekedni, meg azt hisszük, és abban hiszünk, hogy minél jobban felkészített valaki, és az iskolában már megkezdjük a gyermekek közlekedésre való nevelését, minél jobban ismerik a szabályokat, annál biztonságosabban vesznek részt a közlekedésben. És egyébként a gyalogos és a kerékpáros az a legvédtelenebb kategória, aki ha közlekedési baleset részese lesz, nagy valószínűség szerint nagyobb mértékű sérülést fog elszenvedni, mint bármely más résztvevő. Ezért a rendőrség a jövőben a gyalogosok és a kerékpárosok esetében is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását. A testületi ülésen Filus Tibor képviselő az elektromos kerékpárokkal és rollerrel való közlekedés anomáliáira kérdezett rá.
A rendőrkapitány elmondta, hogy ezen eszközök kapcsán a szabályozás folyamatban van, de a közlekedőkre ugyanúgy a KRESZ szabályai érvényesek. A képviselő kérdésére azt is elmondta, hogy a rendőrség nem tervezi Kiskörös területén trafibox telepítését. Szedmák Tamás alpolgármester megköszönte a március 15-i rendezvényhez nyújtott segítségét a kiskörösi rendőrkapitányságnak, hiszen az országos szinten kiemelt esemény biztosításához jelentős mértékben hozzájárultak Kiskörösváros rendőrei is.